Tisztelt Törvényszék! Miután meggyőződésem szerint beigazolódott, hogy a Hagyó Miklós terhelő vádak alaptalanok, és emiatt az elsőrendű vádlottat az ellene emelt valamennyi vádalót fel kell menteni, nyilván a bűnszervezet megállapításának sem lehet helye. El nem követett bűncselekmény nem valósítható meg bűnszervezetben. Ezt a kérdést ezzel a megállapítással akár le is zárhatnám, de sajnos nem tehetem. Főleg azért nem, mert a vádbeszédnek ebben a részében is számos, vagy inkább számtalan, a vádban nem szereplő, tudatosan félreértelmezett, bizonyításra nem, legfeljebb homályos gyanúsítgatásokra alkalmas, sokat sejtető, viszont semmit mondó esetenként kimondottan valótlan megállapítást található, amelyek cáfolatot igényelnek. Ha a cáfolatban a teljesség igényére törekednék, még egy teljes napot kellene kérnem a tisztelt törvényszéktől, mert annyi munícióm van. Ezt azonban nyilván nem teszem. Ezért csak néhány tételmondat ellentmondásosságára és tarthatatlanságára fogok rámutatni. Gondolom a tisztelt törvényszék nem bánja, ha ezen a téren korlátokat szabok magamnak. Vegyünk néhány példát. Ügyész úr szerint Hagyó Miklósnak a BKV felügyeletében nem volt hatásköre, illetve, és most szó szerint idézem, a főpolgármester helyettes a közösségi közlekedés felügyelete során nem a tulajdonos képviselőjeként, hanem a BKV-vel szerződő fél a megrendelő szakterületi képviselőjeként járhatott el. Ez a vádbeszéd, ez a tételmondat a vádbeszéd 32. oldalán olvasható. Nonsense. Nonsense. A főváros egyszerre 100%-os tulajdonosa és a megrendelője is a BKV-nak. A tulajdonosi jogokat a fővárosi közgyűlés és annak gazdasági bizottsága is gyakorolta. Ezen fórumok BKV-t, illetve 4-es metrót érintő döntésének végrehajtásáért dr. Demszky Gábor főpolgármester volt a felelős. Minden évben a teljesítmény megrendelésekor dr. Demszky Gábor, mint megrendelő írta alá az éves szolgáltatói szerződést. Minden más esetben a 100%-os tulajdonos képviselőjeként jár el a főpolgármester a közgyűlés, illetve a bizottság döntésének végrehajtásának felelőseként. Ezen jogosítványait az SMS alapján származtatta tovább a helyetteseinek. Az így kapott feladatok végrehajtása során Hagyó Miklós a BKV 100%-os tulajdonosának, a fővárosnak a képviselőjeként járt el. Ehhez, mint a feladatok végrehajtása előterjesztőjének, koordinációs, egyeztetési és konzultációs jogosítványai voltak. Másodszor az ügyészség azt igyekszik elhitetni, hogy a BKV vezérigazgatójának megválasztása valójában a bűnszervezet létrehozatalának első részmozzanata, alattomos praktika következménye, rejtett ám az éleslátó vádhatóság által feltárt célja, az elsőrendű vádott bűnös befolyásának kiterjesztése volt az ország legnagyobb közlekedési vállalatára. Ahogy a vádbeszédben hallhattuk, Antal Attila valójában egyetlen személy kezdeményezéséhez köthette a vezetői megbízatását, ez pedig joggal kelthette bárkiben azt a képzetet, hogy a vezető visszahívását is ugyanilyen módon fogja elérni. Hagyó Miklós szakmai javaslatot tett. Antal Attilát megválasztása előtt az összes fővárosi frakció képviselete megismerhette. A közgyűlés 56 szavazattal választotta meg vezérigazgatónak, azaz a jelöltet a képviselők 83%-a támogatta. A rászavazó 67 képviselő közül 34 tartozott az MSZP-SZDSZ koalícióhoz, 22 pedig az ellenzékhez. Miután az ellenzéki képviselők jelentős része is az új jelöltre adta le a szavazatát, ennél erőteljesebb legitimáció elképzelhető. Az ügyészi képzelgés arról, hogy Antal Attilában milyen a megválasztásával összefüggő érzések keletkezhettek, messze kívül esik a büntetőjog fogalmi körén. Mondhatnám, öncélú pszichologizálásnak is, ha nem kapcsolódna hozzá krudélis büntetési indítvány. Azután, hogy Antal Attilát a képviselők jóval több mint háromnegyede a feladatra alkalmasnak találta, a harmadrendű vádott alig ha vonhatta le azt a következtetést, hogy a pozíciója és személyében ő maga egyetlen ember akaratától függ.
Annál is kevésbé hihette, mert hiszen meg sem fordulhatott a fejében, ahogy józan gondolkodás mellett senkiében sem, hogy az ellenzéki frakciók, a Fidesz, az MDF, vagy akár a koalíciós SZDSZ képviselői nem szakmai tapasztalatai alapján választották meg, hanem egy frissen odakerült szocialista párti politikus a puszta ajánlása miatt. Harmadszor. A vádbeszédben a bűnszervezet megteremtésének másik etapjaként jelenik meg a Horváth Dóczi Lehman ügyvédi irodának a DKB ügyeiben történő bevonása, amire állítólagosan Hagyó Miklós kérésére, ezek a vádbeszéd szavai, tehát nem utasítására került sor. Antal Attila a vallomását a tárgyaláson visszavonta. A BKV a Horváth Dóczi Lehman ügyvédi iroda megbízása miatt feljelentést nem tett, a szerződéses kapcsolattal összefüggő gyanúsítást Hagyó Miklóssal nem közöltek, vele szemben ilyen tartalmú vádat nem emeltek, bizonyítást erre az ügyészség nem indítványozott, és a bíróság nem folytatott le. Ügyész úr tényként állít olyat, aminek bizonyítási alapja nincs, és ami a vádnak nem része. Mind Hagyó Miklós, mind pedig Horváth Iván azt állította, hogy nem az elsőrendű vádlott mutatta be Antal Attilának Horváth Iván. Azt a személyét, akire Horváth Iván hivatkozott, viszont soha nem hallgatták meg. Negyedszer. Az ügyészség a BKV-nak a CEMI Kft. Által történt átvilágítását és a bűnszervezet létrehozatala, illetve az ahhoz kapcsolódó jogellenes befolyásolás bizonyítékának tekintette. A CEMI átvilágítási projektjével összefüggő feljelentést a BKV nem tett, emiatt büntetőeljárás nem indult. Ebben az ügyben nyomozás nem folyt, és a vád hiányában a bíróság sem foganatosított bizonyítási cselekményeket. Antal Attila legelső, 2010. január 26-án tett vallomását, amelyben szó sem esett Hagyó Miklósról, egy fogdában töltött éjszaka után megváltoztatta, utóbb ezt a vallomását a tárgyaláson meggyőző indokolással vonta vissza. Ötödször. Kifejezetten valótlan a perbeszéd azon része, amelyben Antal Attila 2010. március 14-én adott interjújára történik hivatkozása szerint gyakorlatilag nyomozati vallomását foglalta össze, ezt a vádbeszédből veszem, név szerint kitérve Hagyó Miklós, Mesterházi Ernő, Regőci Miklós és Mátai Horváth Éva szerepére. Nem így van. Az interjúban a harmadrendű vádlott a Hagyó Miklóst érintő vádponttal kapcsolatban azt mondja el, amit Kecskeméten is a tárgyaláson. Becker László kéri meg, hogy kössön szerződést az AML, és ők majd elkészítik a jelentést. A szerződéssel összefüggésben az interjúban Hagyó Miklós neve szóba sem kerül. Hatodszor. A vádbeszéd a negyedrendű vádlott nyomozati vallomására hivatkozással azt is a bűnszervezet működésére utaló körülménynek tekinti, hogy Hagyó Miklós kabinetjének gazdasági szakembere annak ellenére gazdasági pénzügyi információkat kért az akkor még beruházási osztályvezetői beosztásban dolgozó Balogh Zsoltól, hogy a főpolgármester helyettes és munkatársa erre, nem lévén a tulajdonos képviselője, nem volt jogosult. Ez a megállapítás sem felel meg a tényeknek. Először is a már számos alkalommal idézett főpolgármesteri levél tartalma nyilvánvalóvá teszi, hogy Hagyó Miklós a főpolgármestertől kapott feladatok alapján járt el. Másodszor, Mihály Józsefnek a főpolgármesteri helyettesi iroda tagjának a vagyongazdálkodással és a gazdasági társaságokkal összefüggő megbízási szerződését és tevékenységét a rendőrség megvizsgálta és azt állapította meg, hogy Mihály József köztisztviselőként, illetve megbízási szerződés alapján a kötelezettségét kifogástalanul teljesítette, és semmilyen jogszabályt nem szegett meg, nem követett el bűncselekményt. Hetedszer. Ügyész úr ebben a körben idézi a negyedrendű vádlott nyomozati vallomásának azt a részét is, amely a frissen kinevezett vezérigazgatóhelyettes Balogh Zsolt főpolgármesteri hivatalban tett látogatásáról szól. Ekkor hangzott el az a mondat, amelyet Hagyó Miklós mindig tagadott. Az eseménynek a negyedrendű vádlott nyomozati vallomása szerint volt egy fültanúja is, ám ezt a személyt, akinek az igazi nevét az ügyészség elfelejtette, a vád a bizonyítás során sohasem szólította meg. Nyolcadszor. Nem akartam politikai vonatkozásokkal foglalkozni, de ügyész úr vádbeszéde rákényszerít.
Az írásos anyag 38. oldalán a bűnszervezet egyik bizonyítékaként arra hivatkozik, hogy Mesterházy Ernő nyomozati vallomása szerint a BKV ügyeire, értelemszerűen a koalíciós szabaddemokrata politikai partner vezetői nem láttak át. Nem láttak rá. Most eltekintve attól, hogy a törvényszék előtt Mesterházy Ernő hogyan jellemezte a vele szemben alkalmazott nyomozati pressziót, és azt, hogy ez a hatósági nyomás milyen mondatokra kényszerítette vagy késztette őt, látni kell az állítás képtelenségét is. A fővárosi SMS, a hivatali munkarend leginkább azonban a koalíciós partnerhez kötődő személyek munkamegosztásban betöltött helye mond ennek ellen. Hagyó Miklós egy szabad demokrata főpolgármester helyettesen közösen felügyelte a gazdasági társaságot. A BKV felügyelő bizottságának az elnöke, aki egyúttal a gazdasági bizottság alelnöki tisztét is betöltötte, a BKV igazgatóságának elnöke, a párttagja volt. A fővárosi szabaddemokraták közlekedési tanácsnoka Dancs Gábor is tagja volt a felügyelő bizottságnak. Szabaddemokrata elnök vezette továbbá a városüzemeltetési bizottságot is. Ám ha még igaz lenne is az, amit ügyész úr mond, akkor sem lenne ennek az állításnak az égvilágon semmi büntetőjogi relevanciája. Hogy volt-e vagy nem volt-e rálátása Mesterházy Ernőnek a BKV-nak. 9. Az ügyészség óriási erőfeszítéseket tett azért, hogy a több tízezer oldalnyi nyomozati anyagban és a tengernyi e-mail között találjon olyat, amely a prekoncepcióját igazolni látszik. Ennek ellenére az egész eljárásban nem merült fel olyan hiteles, dokumentálható adat, amely alátámasztaná, hogy Hagyó Miklós konkrét elvárásokat fogalmazott meg. Miután ilyen dokumentumokat az ügyészség nem lelt fel, azt a megoldást választotta, hogy a Hagyó Miklóssal munkakapcsolatban lévő személyek egy-egy megnyilvánulását, a tanú idevágó vallomását figyelmen kívül hagyva, közvetlenül Hagyó Miklós személyéhez kapcsolja. Máskor, például Ceglédi Gergő e-mailjére gondolok, máskor éppen a bizonyíték hiánya a bizonyíték, amint ezt már láttuk a kettes vádpontban. Ha valamely kívánság vagy kérés nem kapcsolható az elsőrendű vádlott személyéhez, akkor a vádhatóság Lelovich Ottó azon vallomása alapján látja igazoltnak Hagyó Miklós bűnszervezeti szerepét, hogy az elsőrendű vádlott maga nemigen használt számítógépet. 10. A vádhatóság a bűnszervezet létének, illetve Hagyó Miklós abban játszott szerepének alátámasztása érdekében, hát attól sem tartózkodott, hogy olyan kijelentéseket tegyen, amiről maga is tudta, hogy nem igaz. Ennek egyik jellemző példája az az állítás, ami a vádbeszédben két ízben is szerepel, amely szerint a BKV és a Csapó BT közötti szerződés eredményeképpen Hagyó Miklós szomszédjának úszóiskolája jutott támogatáshoz. Amint azt ön nagyon jól tudja, ügyész úr, Hagyó Miklós és dr. Csapó Gábor nem szomszédok. Ehhez képest nem világos előttünk, miért kell olyan tényeket állítani a vádbeszédben, amelyről tudjuk, hogy nem igazak. Előszeretettel alkalmazott módszer volt az is, hogy Hagyó Miklós gyanúbe keveréséhez soha meg nem hallgatott, de politikailag, hogy is fogalmazzak, negatív konnotációban is emlegethető személyek nevének egy-egy megnyilvánulásának történik a vádlotthoz történő kapcsolása. Az egyik ilyen szemléletes eset a vádbeszéd írott változatának a 41. oldalán olvasható. Itt Smuk Andor és Puk László neve olvasható Mátai Horváth Évához társítva, és noha ügyész úr megjegyzi, hogy ezek olyan viszonyok, amiknek a vád tárgyává tett szerződések szempontjából nincs közvetlen szerepük, azt viszont jól mutatják, hogy Mátai Horváth Éva nem egyszerű sajtóreferens volt, hanem kapcsolódási pont politikai és gazdasági hatalommal rendelkező személyek és környezetük között. Tessék mondani, ennek a kijelentésnek abból a szempontból, hogy ki és mikor, hogyan követett el bűncselekményt, milyen jelentősége van. A konkrét váddal összevetve ennek mi értelme van? A
vádbeszéd annak bizonyítására 12-szer, hogy Hagyó Miklós a bűnszervezet élén állt, tanúkat is felsorakoztat. Ebben a bizonyításban jelentős szerepet szán például annak az egyébként nem jogász, hanem mérnök szakképzettségű Takács Péternek, aki ugyan egyetlen olyan szerződést sem tudott megjelölni, amelynek megkötésére a főpolgármesteri hivatalból jött volna utasítást, és aki életében nem találkozott Hagyó Miklóssal, de akinek abból az ügyész úr szerint téves feltételezéséből, hogy a BKV-t illetően a főváros részéről az elsőrendű vádlott volt a tulajdonosi jogok gyakorlója, azt a következtetést vonja le, hogy a kijelentés Hagyó Miklós bűnös szerepének igazolására alkalmas. Ezt a logikát nem tudom követni. Hogy abból Takács Péter abban a hitben volt, hogy Hagyó Miklós a tulajdonosi jogokat gyakorolja, miért következik Hagyó Miklós bűnösség? A bátorság úgy látja, hogy a jogász szakképzettséggel nem rendelkező Donát Zoltán is azok közé tartozik, akik a vádat igazolták. Részint azért, mert ő is téved Hagyó Miklós jogköreinek megítélésében, részint azért, mert ő sem tudott semmit mondani a menedzsmentet ért befolyásról. Ezek szerint itt is a bizonyíték hiánya a bizonyíték. És természetesen itt van Gulyás László, aki a vád szerint nem csak bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a 4-es metró beruházással 2006-2007 fordulóján minden a legnagyobb rendben volt, hanem azt is teljes meggyőződéssel állította, hogy Hagyó Miklós távolította előtt a projekt élénről. Miután hosszan elemeztük Gulyás László vallomását egy más összefüggésben, nyilván szükségtelen visszatérni arra, amit már egyszer elmondta. Gulyás László minden szaván átsütött, vérig sértett ember, a vallomása is ennek megfelelően értékelendő. Annyi megjegyzésem mégis van, hogy még ha meg is felelne a valóságnak az, hogy Hagyó Miklós mozdította őt el a projekt élén, amit mellesleg Gulyás László makacs hitén kívül semmi sem erősít meg, akkor sem érteném, miért alkalmas ez bárminek is a bizonyítására. Összefoglalva, mivel az ügyészi érvek egyenként külön-külön sem állják meg a helyüket, összességükben sem alkalmasak annak a vádbeli alaptételnek a bizonyítására, hogy létezett bűnszervezet, és ennek érén Hagyó Miklós állt. Hagyó Miklós nem követte el azt, amivel vádolják, ezért valamennyi vádpontban a felmentését kérem. Végezetül szeretnék egy rövid összegzést tenni én is. Ügyész úr vádbeszédének zárszavában az egész perbeszédet jellemző egyébként lendületes és színes stílusban arról elmélkedett, hogy a vádlottak a kommunikációt mennyivel fontosabbnak tartották, mint a valóságot vagy a bizonyítékokat. Azt hitték, és talán még most is azt hiszik, hogy súlykolással, jól hangzó szlogenekkel, marketinggel, sikerpropagandával, manipulálással, vagy éppen sajnáltatással el lehet fedni az igazságot. Ami a terjedelmes védőbeszédünkből kiderült, nekem, aki történetesen Hagyó Miklós egyik védője is vagyok, nekem is igen markáns véleményem van a manipulatív szándékú súlykolásról, a jól hangzó szlogenekről, a valóságot helyettesítő hamis látszatokról és a nem fair meggyőzési technikákról, független attól, kitől erednek. Olyanoktól, akiket megítélnek, vagy olyanoktól, akik fel vannak hatalmazva arra, hogy másokat megítéljenek. Kommunikáció, média, propaganda. Miközben ügyész úr szavait meglehetősen vegyes érzelmekkel hallgattam, arra gondoltam, hogy az emberekre milyen lenyűgöző, mindenféle értelemben lenyűgöző hatással van a munkamegosztásban elfoglalt helyüktől, a társadalmi pozíciójuktól függetlenül a professzionális meggyőzési technika. Eszembe jutott az a nyomozási bíró, akit a médiából hónapok óta hömpölygő kommunikációs áradat elragadott, és az ülésen feledve a kötelező tárgyilagosságot éppen azok előtt és azok füle hallatára, akiknek a személyes szabadságáról határozott disznóságnak nevezte az ügyet, amiben döntenie kell. Vagy az előzetes letartóztatás ügyében másodfokon határozó fővárosi bíróság, amely elveszítve minden józanságát úgy minősítette a vádlott tevékenységét, és most szó szerint idézem, a magyar köztársaság történetében példátlan mértékű vagyonvesztést eredményező bűnös tevékenységnek,
hogy a vádlott terhére út vagyoni hátrány összege nem érte el egy közepes méretű jobb helyen lévő fővárosi családi ház értékét. Eszembe jutottak a 2012. szeptember 27-ének eseményei is. Antal Attila kihallgatásának másnapján vagyunk. Két nappal korábban a harmadrendű vádlott a tárgyaláson jelenlévő ügyész hallgatak figyelmétől kísérve határozott és pontos szavakkal idézte fel, milyen rábeszélési módszereket alkalmazott vele szemben, alkalmaztak a hatósági emberek, hogy másokat terhelő vallomásokat tegyen. Szeptember 27-én előbb Mesterházi Ernő vallomását hallottuk, ő súlyos nyomozati ráhatást panaszolt fel. Utána következett megint Antal Attila, akinek megszólalásával egy időben Budapesten a központi nyomozó főügyészség sajtószóvivője éppen sajtótájékoztatót tartott, nyilván mert úgy ítélte meg, hogy a tárgyalóteremben elhangzottakra nem a tárgyalóteremben, hanem a média útján kommunikációval kell reagálnia. Nem a tárgyalóteremben kell kifejteni a jogi érveket, hanem az ország közvéleménye számára kell nyilvánvalóvá tenni, hogy hamis vád miatti büntetőeljárásra számíthat az, aki nyomozati presszióról mer beszélni. Nem számított, hogy Antal Attila vallomásában elhangzottakra nem az ügyész reflektált a tárgyaláson, noha ez szeptember 25. napján megtehette volna, hanem a vallomás befejezése előtt a központi nyomozó főügyészség olyan következményeket helyezett kilátásba, amit a már meghallgatott és a még meg nem hallgatott vádlottak nem észlelhettek vagy nem érzékelhettek másként, mint védekezési jogukat korlátozó fenyegetésként. Nem számított az sem, hogy Mesterházi Ernő és Antal Attila nem az ügyészség, hanem a rendőrség tevékenységét kifogásolta. Aki figyelmesen elolvassa a vallomásukat, annak számára nyilvánvaló, hogy a vádlottakat ért inzultusok olyan időszakra esnek, amikor a rendőrségi eljárás folyt, és ők a rendőrség fogjai voltak. Miért vette mégis az ügyészség magára a kifogásokat? Az ügyészségi kommunikációt megelőzően úgy látszik, az ügyészség részéről senkiben sem merült fel az, hogy megvizsgálják a panaszok jogosságát, és csak utána nyilvánítsanak véleményt. Nincs tudomásunk róla, kezdeményezette valaki érdemleges vizsgálatot arról, történt-e jogellenes befolyásolás, és ha igen, azért kiterhel felelősség. Mivel a vádlottak közül az érintettek egyikét sem kereste meg senki, nyilván nem volt ilyen vizsgálat, és ilyenre ezután sem számíthatunk. Az adott helyzetben nem a valóság feltárása, hanem annak országos sajtótájékoztató keretében történő kommunikálása volt a fontos. Hogy minden addig meghallgatott és jövőben meghallgatandó személy az eszébe vésse, milyen következményekkel járhat, ha jogellenes befolyásolást sérelmeznek. Hogy is mondta ügyész úr? A kommunikációt mennyivel fontosabbnak tartották, mint az igazság. Ügyész úr az ügy különlegességét hangsúlyozva zárta a legújabb kori magyar jogtörténet általam ismert leghosszabb vádbeszédét. Hozzátéve, akárhogy dönt a bíróság, annak üzenetértéke lesz. Ez a zárszó olyan súlyt kíván a tisztelt törvényszék vállára helyezni, amelyre adott ügyben bíróság felelősséggel aligha vállalkozhat. A most elbírálásra váró ügy a terjedelmétől eltekintve nem különbözik más ügytől. A bizonyítékforrások a szokásosak, terhelti és tanúvallomások, szembesítési jegyzőkönyvek, szakértői vélemények, elektronikus eszközökből származó információk és egyéb dokumentumok. A bizonyítékok értékelésének szakmai normái sem térnek el az ügyben a többi ügyben alkalmazandó szabályok. Ezért azt kérjük a tisztelt törvényszéktől, ne üzenetértékű döntést hozzon, hanem szokásos határozatot. A döntéshozatalkor ne vezessék másmilyen szempontok, mint máskor. Ne tekintsen se a jövőbe, se a múltba, csak is az asztalán fekvő bizonyítékokra. Mi védők és vádlottak nem üzenetet vagy üzenetértékű döntést kérünk, hanem a bírói hivatás szabta szabályok keretei között maradó kiérlelt ítéletet. Olyat, amelynek megalkotásakor a bíróság gondolkodását nem hagyja át más át, mint az, amit úgy nevezünk, hogy a törvényes bizonyítékok szabad értékelésén alapuló bírói meggyőződés. Olyat, amelynek forrása az, amiben a védelem a kezdetektől fogva rendületlenül és sziklaszilárdan bízik a kikezdhetetlen bírói integritásra.